Ez a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Király Tamás, a Zoom túlsó végén pedig Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözöljük. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm. Azonnal belevágunk a mai adásunkba, előtte azonban szolgálati közlemények. Egyrészt arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Ma úgy tűnik, hogy meglesz a 199 ezredik feliratkozó, ha segítenek nekünk, néhány darab feliratkozó kell ehhez, és elindítjuk ismét a regisztrációt, mert hogy mindig szoktunk az ilyen kerek számoknál ünnepi vacsorát tartani, úgyhogy már lehet jelentkezni a 200 ezredik feliratkozónkat megünneplendő vacsorára. A videó leírásában megtalálják az űrlapot, amit kitöltve, ha kisorsoljuk önöket, akkor tudnak velünk majd jönni ünnepelni. Másrészt elindul a jótékonysági programunk is. Idén is a Budai Gyermekkórház javára szeretnénk gyűjteni, és tavaly Nógrádi Györgynek a bögréjét árvereztük, amit aztán aki megnyert, az visszaadott azzal, hogy árverezzük el idén is, úgyhogy indul a licit. Nógrádi Györgynek a váza nagyságú bögréjét lehet licitálni, és a befolyt összegből pedig a Budai Gyermekkórháznak fogunk támogatást biztosítani újabb eszközöknek a vásárlására. Ennek a részleteit is megtalálják a videónknak a leírásában, valamint ajánljuk a programjainkat is, www.ultrahang.tv per rendezvények itt találják. Megyünk többek között Visontára és Muzslára novemberben, és körvonalazódik egy soproni rendezvényünk, és mindenkit szeretettel várunk, illetve Robert C. Castellel is vannak rendezvényeink. Nekem a Tarlós István könyvbemutatón van, a tanár úr is megy több helyszínre a következő napokban, szóval érdemes lesz velünk tartani. Vágjunk bele, mikor a legfontosabb hírek. Még egyszer jó reggelt kívánok, rengeteg dolog történt. Én próbálok néhányat felolvasni, ami tényleg úgy éreztem, hogy fontos. Németország, a lakosság egyre nagyobb százaléka azt mondja, hogy nem kell a jövőbe Ukrajnát támogatni. Zárójel. Ma reggel néztem szokásom szerint a német híradókat, és az amerikai külügyminiszter megérkezett, részt vesz az Európai Unió külügyminisztereivel egy tanácskozáson, ahol ott lesz a ukrán külügyminiszter is, és azt mondta Blinken a reptéren, hogy kevesebb összeget fog az USA adni Ukrajnának, mint eddig. Európa vállalja át a támogatást. Hát erről lehetne jót vitatkozni. Egyiptom. 11 millió migráns van Egyiptomban. Az Európai Unió adott 7 milliárd eurót, hogy ne engedjék a migránsokat be Európába. 2023-ban Afrikában 20 ezer ember gyilkoltak le terroristák, zárójel. Kétnapos orosz-afrika csúcs volt Szocsiban két nappal ezelőtt. Nekem rendkívül érdekes volt, első ilyen csúcs találkozó volt, 54 afrikai ország vett rajta részt, és 33-mal Oroszország kétoldalú védelmi szerződést kötött. Tehát rendkívül most hülye hangzik, de komplikálódik a világhelyzet, és nő a feszültség. Afrika, a fiatalok 64%-a mondta azt, hogy 3 éven belül szeretne kivándorolni. 1 millió 150 ezer ember adta be tartózkodási kérelmét az Európai Unióba tavaly. Rengeteg dolog történt. Az orosz aranykészlet értéke átlépte a 200 milliárd dollárt. Rendkívül érdekes. Mindenki aranyat vesz. Kína, India, mindenki. Először fordult elő, hogy az Egyesült Államok olyan határozatot hozott, hogy az amerikai fegyvereket, amelyekkel Ukrajnába harcolnak, Ukrajnába fogják javítani és karbantartani. Ez azt jelenti, hogy amerikai csapatok fognak megérkezni. Kíváncsiak, hogy Trump ehhez mit szól, hogy mit szól hozzá Putyin, azt el tudom képzelni. Katar bejelentette, hogy befejezi a közvetítést a palesztinok és Izrael között, és felszólította a Hamász vezetőit, hogy hagyják el Katárt. Nekem ez is évek óta ott laknak. A Trump fia közölte Zelenszkijel, hogy véget ér mostani zseppénz, amit Amerikától lop, azt mondta, hogy még 38 napja van hátra. Borrell azt mondta, hogy bármi történik, Európának támogatni kell Ukrajnát, mert ez Európa nemzeti érdeke. Én máshogy látom, rengeteget írtam, még egy megjegyzés. Az amerikai választások kapcsán 2,3 millió ember válik meg munkahelytől az USA-tól, tehát ennyi van, amelyik a kormányzattól függ. Meglátjuk, hogy ez mit fog jelenteni, a Trump már néhány személyi döntést bejelentett.
Akkor beszéljünk Trumpnak a személyi döntéseiről, amiből talán a legérdekes az, sebb az, hogy Elon Musk mellett Vivek Ramaswamy üzletembereket jelölte a kormányzati hatékonyságért felelős új amerikai minisztérium vezetésére. Donald Trump erről adott ki közleményt. Magyarul Elon Musk miniszter lesz, meg az előválasztási kampányban induló Ramaswamy is miniszter lesz. Hogyan kommentálná ezt a tanár úr? Az, hogy Trump teljesen tisztában van, hogy 79 éves, ahhoz, hogy a világ ne fusson át rajta, olyan emberek kellenek, akik profik, Muskra rengeteget lehet mondani, jót és rosszat, abszolút profi, bevonja a kormányzatba, kíváncsiak, hogy a 4 éves ciklust végig fogja csinálni, szerintem nem, de ezt meglátjuk. Kristi Noem Dél-Dakota állam kormányzója lesz a belbiztonsági miniszter, és megvan a védelmi miniszter is, ami azért egy kulcspozíció, őt Pete Hegesnek hívják, aki egy Hegsetnek hívják, bocsánat, aki egy katonai veterán. Tudunk róla bármit? Nem. Ezeket Trump jelölte, ezeket jelölni fogja, és mivel mindkét házban republikánus többség van, teljesen simán meg fogják kapni a többséget, de annyit lehet tudni, hogy akiket kijelölt, azok eddig egytől egyik kőkeményen Kína ellenesek voltak. Tehát ez a kül- és biztonságpolitikára, valamint a védelmi politikára nagy hatással lesz. Ennyit tudunk róluk. Az új védelmi miniszter egyébként Irakban és Afganisztánban is részt vett katonai bevetéseken, amelyekért kétszer megkapta a bronzcsillag kitüntetést. Ugye bennem mindig felmerül az a kérdés, hogy ha valaki jó katona, akkor egyben lehet-e jó védelmi miniszter is? A válasz az, hogy elvileg igen, gyakorlatban nagyon kevés ilyen volt. Én a vietnámi háború kapcsán, amikor 20 éves mondtam azt a mondatot, hogy attól, hogy valaki kiváló partizán vezér volt a vietnámi háborúban, nem biztos, hogy jó politikus lesz. Ugyanez a véleményem. Tehát a problémám az, és elnézést, hogy ezt mondom, én most Churchillről írom a könyvem, hogy Churchill hadnagyi rendfokozatig jutott, és innen lett miniszter. Rengeteget hibázott, zseniális ötletei voltak, de nem nőtt föl képzettségben a feladathoz. Tehát attól, hogy valaki Irakban és Afganisztánban harcolt, és kapott 2 kitüntetést, ez még nem predesztinálja arra, hogy ő miniszter legyen. Meglátjuk, hogy mit tud. Ami még érdekes benne az egyrészt az, hogy 1980-ban született, tehát 44 éves, másrészt pedig amellett, hogy katona, a Fox News-nak a politikai kommentátora, illetve üzletemberként is tevékenykedett. Ez azt jelenti, hogy kiváló sajtókapcsolatai vannak, ezt miniszterként nyilván fel fogja használni, de nem tudjuk, hogy milyen szakmailag. A CIA igazgatója, leendő igazgatója is megvan, ő pedig John Ratcliffe, a Nemzeti Hírszerzés korábbi igazgatója. Ő az első, aki az Egyesült Államok 2 legmagasabb hírszerzői tisztségét, azaz a Központi Hírszerző Ügynökség és a Nemzeti Hírszerzési Igazgatói posztot is betöltheti. Ez azt jelenti, hogy ért hozzá, ez azt jelenti, hogy belülről jön, ez azt jelenti, hogy egy nap alatt át tudja látni a helyzetet, és tud megfelelő utasításokat adni. Ez jó. Az izraeli nagykövet Mike Huckabee korábbi kormányzó baptista lelkész lesz, a közel-keletért felelős megbízott pedig Steven C. Witkoff üzletemben. Azért az is érdekes, hogy az izraeli ügyeket nagyon gyorsan bejelentette Trump. Én nagyon sokszor elmondtam, és elmondom újra, az Egyesült Államokon belül a republikánusok sokkal jobban támogatták mindig Izraelt, mint a demokraták. De abban az amerikai politikában konszenzus van, hogy Izrael léte amerikai létérdek. Ukrajna léte nem. Tajvan második pontban áll, második helyen áll, ez rendkívül fontos. Ukrajna az utolsó, harmadik helyen áll. Tehát az Egyesült Államok számára Izrael mindig kiemelt jelentőségű lesz annak védelme. 2 vagy 3 nappal ezelőtt jelentették be, hogy Izrael elképesztő mennyiségű fegyvert vesz az amerikaiaktól, de az amerikaiak ezeket a fegyvereket ingyen adják oda. Ezt soha nem fogják megcsinálni Tajvannal. Ukrajnával teljesen más a helyzet. Akkor menjünk rá Ukrajnára. Boris Johnson, volt brit miniszterelnök, nyilatkozott. Azért érdekes, mert ő köztudomásul jó kapcsolatot ápolt Trumppal, most viszont a következőket mondta. Az Egyesült Királyság arra kényszerülhet, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába, ha Donald Trump megválasztott amerikai elnök csökkenti a Kijevnek nyújtott támogatásokat. Ezt a GB News brit televíziós csatornának adott exkluzív interjújában mondta. Hozzátette, hogy azt üzenem a nézőknek, akik azon gondolkodnak, hogy miért támogatjuk az ukránokat,
Azért, mert máskülönben a kollektív biztonsági helyzetünk valóban romlani fog egy újraéledő Oroszország miatt, amely Európa mindenféle részét fenyegetni fogja. Azért érdekes ez, mert hát emlékszünk, hogy Boris Johnson egyszer már elutazott Kijevbe a háború folytatását megbeszélni. Két dolgot mondott. Egy, Boris Johnson elutazott, a háború 2 évvel ezelőtt február 24-én tört ki, és megakadályozta azt, hogy létrejön egy fegyverszünet és béke Oroszország és Ukrajna között. A pontjai érdekesek voltak, Krím 10-től 20 évig orosz marad, a Donbass vidéke, ahol orosz lakosság él, dél-tiroli mintájú autonómiát kap, de Ukrajna része marad. Ezt a oroszok akkor elfogadták, és Ukrajna természetszerűen nem lépett be NATO-ba. Csak van egy pici problémám. Akkor, ha jól emlékszem, Boris Johnson miniszterelnök volt. Most, bocsánatot kérek, nem fog tetszeni egy senki. Ő, mint miniszterelnök megbukott. Ő most a konzervatív párt választásán semmilyen vezető funkciót nem kapott. Tehát szörnyű az, ha valaki egy foci meccsen a pályán kívülről kiabál be, úgy, hogy nem ő az edző, és nincs felelőssége. Hát ennyi erővel én is tudnék 5 tanácsot adni, senkit nem érdekel. Boris Johnsonnak múltja van, ahogy jelenleg kinéz, jövője nincs. A brit csapatok odaküldése egy NATO-val vívandó háború veszélyét jelenteni. A Trump ennél értelmesebb. Tehát amit Boris Johnson most mondott, ez arra jó, hogy 2 napig róla beszél a világ. Azért még idézek tőle, azt mondta, hogy arra figyelmeztetett, hogy ha Ukrajna elesik, az még nagyobb fenyegetést jelentene a határainkon, az európai kontinens határain, ahol a demokráciák Oroszországgal szemben állnak, és szerint egy ilyen forgatókönyv elkerülése kényszerítheti arra az Egyesült Királyságot, hogy saját csapataikat küldjék Ukrajna védelmére, ha csökken a fegyveres támogatások mértéke. Ugye mindig ezt szokták mondani, hogy egy valamit nem tud adni Európa Ukrajnának, és ez pedig ukránokat, és mindenki találgatja, hogy fognak-e csapatokat beküldeni. Ez egy külön vélemény, vagy ezt már mondhatja akár Keir Starmer mostani brit miniszterelnök? Mi az álláspont? A brit miniszterelnök a mostani folytatta a konzervatívok Ukrajna politikáját, tehát támogat. Fegyvereket ad, többek közt olyan rakétákat, amelyekkel Oroszország meghatározott mélységi területeit el lehet érni. De csapatok küldéséről ő nem nyilatkozott. Zárójelben jegyzem meg, ha egy NATO ország csapatokat küld, az a harmadik világháború közvetlen előjátéka. Tehát nekem nagyon fura megint, hogy egy, bocsánatot kérek, egy senki, egy volt vezető, aki megbukott, jelenleg beleszól a világ ügyeibe, az élet és halál kérdéseibe. Még egyszer, január 20-án beiktatják Trumpot. Trump nyilvánvalóan nem fog amerikai csapatokat oda küldeni, és teljesen új ukrán politikát fog folytatni. Tehát ha a fia megengedheti magának, hogy föltegye az oldalára, hogy még hány napig tud Zelenszkij lopni, magyarul zseppénzt szerezni az USA pénzből, abból nem az következik, hogy az USA Zelenszkij érdekében csapatokat akarna oda küldeni. A másik, ami viszont nekem érdekes, hogy a Olaf Scholz, akinek most nagyobb gondja is van, és erről is fogunk majd beszélni, de hogy Olaf Scholz, Macron, illetve Keir Starmer brit miniszterelnök is ilyen egymásnak időnként teljesen ellentmondó nyilatkozatokat tettek Trump megválasztása óta arról, hogy hogyan képzelik el a jövőben Ukrajna támogatását. A tanár úr hogy látja, mire lehet számítani? Kezdjük az elején. Franciaországban van egy kormány, amelyik rendkívüli mértékben nyilog. Nagy-Britanniában van egy új munkáspárti vezetés, amelyik keresi a helyét. Németországban van egy kormány, amely néhány nappal ezelőtt megbukott. Pont. Tehát teljesen más helyzetek vannak. Migráció. A migránsokhoz teljesen máshogy állnak hozzá az angolok, a franciák és a németek. A németeknél kiírták most a választásokat, ha jól emlékszem, február 23-ára. Ha jól emlékszem, ha nem, akkor 1-2 nappal későbbre. Tehát mindegyik kormánynak van 6 millió belső problémája. Mindegyik mást mond. Hát Berlinből máshogy néz ki a világ, mint Londonból. Berlin Európai Uniós tag, Nagy-Británia nem. Tehát új helyzetek vannak, és még egyet hagyjuk, nagyon sokszor elmondtam. Én ma karizmatikus, meghatározó vezetőket az Európai Unión belül nem látok. Én azon kevesek közé tartozom, akik azt mondják, hogy Scholz kiváló gazdasági szakember, de nem karizmatikus vezető. Most adott egy nyilatkozatot, 2 nappal ezelőtt végignéztem, ahol azt mondta, hogy várja a választásokat, és hogy újra kormányt alakít.
Hát ez nem a reklám helye, tehát ha ő azt mondja, hogy ő részt akar venni a kormányba, ennek van esélye a Merz kancellárság alatt, hogy egy volt kancellár bemegy a miniszternek, komoly kételjei vannak. De az, hogy Scholz kormány tud alakítani, ennek a valószínűsége nulla. Itt hoznám be Annalena Baerbock német külügyminiszternek a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy oktatás helyett Ukrajnára kell költeni a németek pénzét. Ezt Sandra Maischberg ARD futó műsorában jelentette ki. Nem tudom, a tanár úr látta-e az interjút? Az interjú rövid értelt része lejött, azt láttam, ahol azt mondta, hogy mostantól kezdve a óvodákba, iskolákba, az oktatásra kevesebb pénz jut, de a pénzt el kell küldeni Ukrajnának. Nekem van néhány megjegyzésem. Egy, a német lakosság ezzel nem ért egyet. Kettő, a zöldek a szétesés szélén vannak. Három, ma reggel mondták be hírekbe, én aztán leesek a székről, hogy mind a három német kormány repülőgép elromlott. A Habeck volt az egyikkel, ha jól emlékszem, Lisszabonba, és egy nap késéssel tudott hazajönni Baerbock. Ő volt az, aki bejelentette, hogy nem érdekli, hogy mi a német lakosság véleménye, ő kiáll Ukrajna mellett. Na most ennyire szembe köt mi a demokráciát nem lehet. Ő volt az, nagyon sokszor elmondtam, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy Oroszországgal javítsuk a kapcsolatokat, Putyin tegyen 360 fokos fordulatot. Ez isteni, csak akkor a eredeti helyére áll vissza. Tehát rendkívül sokat hibázik Baerbock, de hát neki is hetei vannak hátra, utána az ő külügyminisztersége véget ér, nem lesz fényes pont a német történelemben. Azt mondta egyébként Baerbock többek között, hogy a német kormány már nem tudja fenntartani a korai oktatás finanszírozását az óvodákban és az iskolákban, mivel a forrásokat inkább Ukrajna támogatására fordítják, és hozzátette, hogy számukra ez egy nagyon fájdalmas döntés, ugyanakkor Ukrajna támogatásán felül Németország védelmi kiadásait is jelentősen növelni kellene, mert az eddigi 2%-os GDP arányos célkitűzés már nem elegendő. Ezt hogyan kommentálná? Hát attól függ, hogy ilyen kultúrát vagy nem kultúrát kommentet szeretnél tőlem hallani. Mondom, hogy ez nem kultúrátat. Fogalma nincs a Baerbocknak a védelemről. A NATO előírása 2% Németország eddig nem ért el. Elvileg idén eléri, mert lehet a számokkal játszani. Most jó pár ország azt mondja, hogy vigyük fel a védelmi kiadásokat 3%-ra. Ezt ma a NATO döntő része nem tudja, nem akarja és nem fogja teljesíteni. Tehát amiket Baerbock mond, egyszerűen nem fogom föl, mert a német lakosság sem ért vele egyet, és a Baerbockik célja nyilvánvaló az, hogy jövőre a választások után valakivel kormányt alakítsanak. A CSU elhatárolódott tőlük, a CDU azt mondta, hogy ezekkel a zöldekkel, nem más zöldekkel, igen. Tehát ezek nagyon érdekes kérdések lesznek jövőre. Közben Olaf Scholz német kancellár 2024. december 16-án kérhet bizalmi szavazást a Bundestagtól, és amennyiben nem kap támogatást, előrehozott választásokra kerül sor 2025. február 23-án. Ez egy kicsit előbbi dátum, mint a március. Mire számít a tanár úr? Egy, nyilvánvalóan nem kap támogatást, kettő, a Merz azt mondta, hogy januárban legyen a választás, a Scholz azt mondta, hogy márciusban, így kiegyeztek a kettő felénél februárban. Én arra számítok, hogy a választásokat a CDU megnyeri, a nehézség a kormányalakítás lesz. Ha az AfD-vel összefognának, sima többségük lenne, nem hiszem, hogy fölmerik az AfD-t vállalni, bár a politikában olyan, hogy lehetetlen nem létezik. Kimarad a szozdemek. De a szozdemek hoztak néhány nappal ezelőtt egy határozatot, hogy nem hajlandók kormányt alakítani a CDU-CSU-val. Na most a kormány határozat sem, vagy párt határozat sem jelent semmit, de a probléma az, hogy a CDU kivel tud összefogni, a zöldekkel, akikkel utálják egymást. Oké, kivel még? A Sarah Wagenknektel nem hajlandók, a Linkével nem hajlandók, a liberálisok bárki mellé odaállnak, de a liberális párt jelenleg 4%-on áll, ha bekerül a parlamentbe 5%-kal, akkor sem komoly erő. Tehát a többség nem látszik. Tehát rendkívül érdekes háttéralkuk lesznek, sötét szobákból szokták mondani, ahol meg kell állapodni. A szozdemek össze tudnának fogni a Sarah Wagenknektel és a Linkével, de szintén nem többség. Tehát nagyon érdekes német helyzet lesz. Kíváncsi, hogy a választások után mennyivel lesz német kormány. Én ezt várom. Számít-e arra a tanár úr, hogy a Linke és akár a liberálisok is kiesnek a Bundestagból, és helyette mondjuk Sarah Wagenknecht pártja bekerül, meg az AfD akár tovább erősödik? A Sarah Wagenknecht jelenleg országosan 8%-on van, de eddig egyetlen kelet-német tartományban sem tudtak kormányt alakítani.
A liberális pártot a lakosság jelentős része nem fogadja el, miután történelemben számtalanszor kiléptek a koalícióból. Néhányat hagy mondjak, ők buktatták meg 63-ban Adenauert. Adenauer magától mondott le, de előtte volt egy nagyon csúnya botrány, a Spiegel affér, ahol a liberális párt szokás szerint kilépett. Ők voltak azok, akik 69-ben megállapodtak az SPD-vel. És átállt a Kohl mellé, tehát nagyon fura ennek a pártnak a története. A FDP azt jelenti, hogy Freie Demokratische Partei, Szabad Demokrata Párt. A jelszavuk az volt 82-ben, egy fast drei procent, csak nem 3%, mert a lakosság fele ott hagyta őket. Friedrich Merz is mondott szépeket, a Stern magazinnak adott interjút, és ebben azt jelentette ki, hogy megválasztása esetén tárgyalna a megválasztása esetén tárgyalna Vlagyimir Putyinnal, de a beszélgetés inkább egy ultimátum lenne. Természetesen csak akkor menne bele egy közvetlen telefonhívásba, ha azt megelőzően az európai és transzatlanti szövetségesek is jóvá hagynák, és azt mondaná, hogy 24 órán belül hagyja abba Ukrajna elleni agresszióját, ellenkező esetben a német kormány Taurus nagy hatótávolságú cirkáró lakétákat ad át Ukrajnának. Mennyire reális Merznek ez a helyzet értékelése? Merz kiváló gazdasági szakember. És engedélyt is ad arra, hogy orosz területet lőjenek vele. Kiváló gazdasági szakember, nagyon-nagyon fölkészült, jelenleg a CDU-n belül a biztonságpolitikát egy nyugdíjas ezredes viszi. Merz gazdasági szakember. Ő most a választásokra készül. Ő ennek megfelelően nyilatkozott. 24 órát ad Putyinnak, ez még nagyon rosszul is hangzik. És az, hogy német kancellár csak úgy beszélhet Moszkvával, hogy erre engedélyt kap Washingtonból és Brüsszelből, hát erről lehetne beszélni, hogy ez mit jelent a német politika szempontjából. Pont. Így összességében hogy látja egyébként a tanár úr, hogy ha például a CDU fog nyerni, én is erre számítok, az mennyiben változtatja meg a német politikát? Most nem csak Ukrajna tekintetében kérdezem, hanem gazdasági irányok tekintetében, meg úgy egyáltalán mennyire lehet más Németország? Válaszom az, hogy rendkívül határozott gazdaságpolitikai váltás lesz, mert kiváló gazdasági szakember. De van egy mondat, amit azért én szeretnék elmondani. Európa folyamatosan teret veszít. Scholz-szal, Macron-nal, Merz-szel, bárkivel. Nem tudja azt a folyamatot leállítani, hogy csökken a szerepe. Tegnap voltam egy konferencián, ahol bemutattak két adatot, nekem új volt. Ma az Európai Unió lakosságának 25%-a nem tudja a fűtési költségeket befizetni. Elnézést, a dús gazdag Európában, és 26% van Európában az Európai Unión belül, aki a befizetéssel elmarad. Na most szerintem erre kellene összpontosítani, és a Taurus rakéták csak ezután jöhetnek, de ez a magánvéleményem. Aztán, ha egy kicsit tovább megyünk, akkor vannak itt nevek azzal kapcsolatban, hogy ki lehet az Egyesült Államoknak a külügyminisztere, és a legtöbb, akiről beszélnek, az Marco Rubio, kubai származású floridai szenátor, aki még az előző előválasztáson Trumpnak az ellenfele volt. Ő egyébként a területet a békéért elvet követi Marco Rubio Ukrajna kérdésében. A tanár úr mit gondol erről? Teljesen igaza van, zárja. Az amerikai politikusok döntő része pragmatikus. Mit jelent? Igen, területet a békére. Melyik területet? Két területről lehet szó, a Krím, ami nem vitatárgya, és a Donbass, ami vitatárgya. Ezt mondják az amerikaiak. Zelenszkij azt mondta, hogy ha kell, akkor egyedül folytatja a háborút. Oké, indítom a stopper órát, hogy hány percig. Már olyan cikkek jelennek meg a nyugati sajtóban, hogy hova fog Zelenszkij távozni. Nekem nem az a kérdésem, hanem valaha az életbe előveszi-e azt, hogy hány ember halt meg az ő elnöksége alatt, hány ember lett nyomorék, hogy mély pontra kerültek az orosz-ukrán kapcsolatok, és elnézést, hány milliárd dollárt visz magával. Azért érdekes időket élünk. A Ukrajna kérdésében még arra azért kíváncsi lennék, hogy a január 20-áig mire számít a tanár úr, még keményebb hadműveletre, még keményebb katonai hadműveletre, vagy befagyasztják a konfliktust, hogy megvárják, hogy milyen lesz az új irányvonal?
Már mai hírekben volt benne, hogy amerikaiak újabb pénzösszeget adnak át Ukrajnának. Európai Unió leszállítja azt az 1.155 milliméteres lőszert, amit ígért. Eddig 950 ezeret szállított le belőle. Én remélem, hogy nem lépnek olyat a amerikai vezetés, a 81 éves teljesen szenilis elnök és a hozzá nem értő alelnök, Kamala Harris, ami visszafordíthatatlan. És még egyre vagyok kíváncsi, amit sokszor mondtam önnek, hogy most, hogy republikánus vezetés lesz, és börtönbe kéne menni az amerikai elnök fiának, az elnöksége utolsó napján vagy napjaiban ad-e kegyelmet a fiának. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Közben úgy tűnik, hogy egy újabb név került elő, Michael Waltz lett a nemzetbiztonsági tanácsadó, de szépen szivárognak a nevek. Ő az Egyesült Államok hadseregének ezredese, és Florida 6. kongresszusi körzetének amerikai képviselője. A republikánus párt tagjaként először 2018-ban lett képviselő, majd Ron DeSantis követte, aki ugye közben floridai kormányzó lett. Ő is egy gyakorlatilag elég fiatal jelölt egyébként, 50 éves. Azért azt látom, hogy Trump viszonylag fiatalokkal veszi magát körbe a és kabinetben. Floridából, ahonnét jön. Tehát ő is azokat hozza, akikkel évek óta együtt dolgozik, és akiket ismer. A problémám az, hogy ezek az emberek a nagy politikának nem voltak a részesei. Képesek lesznek-e? Hitelesek lesznek-e? Kitartanak-e 4 évig? Erre 1-2 év múlva tudunk válaszolni. Van, aki azt mondja, hogy Putyinnal kompromisszumot kötnek, Kínával szemben viszont héják lesznek majd az új amerikai adminisztráció tagjai. Ezzel a kijelentéssel egyet tud érteni? 1000%-ig. Ahhoz, hogy sikeres legyen az Egyesült Államok Tájván politikája, ahhoz előtte ki kell egyezni Moszkvával, ami szörnyű nehéz lesz, mert jelenleg a kínai-orosz kapcsolatokban az atomtöltetektől eltekintve teljes kínai fölény van. Oroszország kiszolgáltatott állapotban van. Ha ezt meg akarják nyerni az amerikaiak, meg tudják, de ennek ára van. Ennek egyik árpontja Ukrajna. Ugye sokat beszélgettünk mi is a tanár úrral arról, hogy amikor majd meg lesz a választások eredménye, akkor mozdulhat el az ukrán háború, illetve hogy ez a háború addig tart, amíg Amerika akarja. Megmondom őszintén, én egy kicsit most szkeptikus lettem, mert hogy az európai vezetők nyilatkozatait nézve úgy tűnik, mintha Európa egy kicsit megpróbálna akár Amerika nélkül is folytatni ezt a háborút. Túróczi Richárd kollégánknak a hírmixében van egy ilyen rész, hogy az interneten terjednek ilyen információk, hogy Mark Rutte kizárná az Egyesült Államokat a NATO-ból, hogyha befejezni Ukrajna támogatását. Nyilván ez is ilyen mendemonda inkább. Fél órával később kiderült, hogy ez egy kacsa. Tehát Rutte, minden tiszteletem az övé, nincs abban a helyzetben, hogy bárkit kizárjon, annál kevésbé, mert a NATO-ból nem lehet országokat kizárni. A Rutte ezt nálam kb. 500-szor jobban tudja. A másik megjegyzésem az, hogy az amerikai politikában rengeteg dolgot át kell gondolni. Január 20-ig Európa azt mond, amit akar, mert az amerikai elnöke jó volt a viszonya. De január 21-én másnap fog fölkelni. Tehát az amerikaiak bejelentették, hogy az ukrán támogatást drasztikusan lecsökkentik. A Borrell elment ki ebbe, és azt mondta, hogy Európának a létérdeke Ukrajna támogatása. Én megint máshogy látom, de Borrell sokkal jobb információkkal rendelkezik, mint én. A volt brit miniszterelnök hülyeségeit hallottuk pár perccel ezelőtt, de egy támféle politika, új politikát fog folytatni. Európa egyedül nincs abban a helyzetben, hogy megfelelő mennyiségű fegyvert adjon Ukrajnának. Pénzről nem is beszélve, ami pénzt odaadunk, az kidobott pénz. Tehát ezzel tisztában kell lenni, körülbelül 300 eurónyi összeget adott eddig minden európai állampolgár áttételesen Ukrajnának. Egyszer föl kell tenni a kérdést, hogy megérte. Hallgatói kérdésekkel folytatnám, én pedig így szól az első. Tisztelt tanár úr, kedves Tamás, több alkalommal említette, hogyha Trump nyer, Magyarország a mennybe megy. Kérem, ossza meg velünk, mire gondol pontosabban, illetve azt kérdezném, hogy hol látja azokat a pontokat, ahol Magyarország a jó kapcsolat ellenére szembe kerülhet az amerikai állásponttal, mondjuk a kézen fekvő kínai kapcsolaton keresztül, vagy azzal egyetemben. Köszönöm, Attila. Kezdjük az elején.
Európában egyetlen politikus állt ki Trump mellett, úgy hívták, hogy Orbán Viktor. Trump a nagy gyűlésein egyedül őt dicsérte, senki mást. A Kamala Harris Orbán Viktort mindig, mint negatív példát hozta föl. Máshogy fogalmazva, Trump győzelm azt jelenti, hogy a itteni demokraták által ide küldött nagykövet pillanatok alatt, és én ezt elmondtam a választások után, 2 perccel csomagolni fog. Ettől kezdve nagyon sok minden a magyar belpolitikába változni fog, én erről nem akarok beszélni, mert a belpolitika nem a szakterületem, és oda, ide fognak küldeni egy olyan nagykövetet, aki kiváló viszonyt ápol Orbán Viktorral, ahogy ez volt Trump előző elnöksége alatt. Mik a szembepontok? Hát orosz-ukrán háború megítélése, bár a Trump hasonlóan gondolkodik, mint Orbán Viktor, Kína. De Kína esetében annyit látni kell, hogy az Európai Unió lakossága kiállt a kínai kapcsolatok mellett, az Európai Unió politikai elitje, magyarul a brüsszeli elit, lazítani és szakítani akarja a kapcsolatokat Kínával. Nyilván Kína esetében lesz egy kompromisszum, annyit látni kell, hogy a Trump-féle politika meghatározó, mi ennek egy szelete vagyunk, de Európában mi vagyunk jelenleg a legfontosabb szövetségese Trumpnak, és nem a 3 nagyhatalom, Nagy-Britannia, Franciaország vagy Németország. Jöjjön akkor egy következő kérdés, ez rögtön 2 kérdés is. Szépséges reggelt kívánok, egy hülye egyetemi tanár szakértelmére lenne szükségem néhány állati érdekes kérdés kapcsán. Egy, a tanár erre úrnak egyet, mi a... Hagyom, írt egy úr, és föltett kb. 5 kérdést. Az 5 kérdésről mondjuk 100-100 oldalba lehetne választ adni. Így ültem, mondom, én nem írok erről egy regényt. Igen, első kérdés, bocsánat. Tanár úrnak mi a véleménye Mike Pompeo munkájáról, és most nagyon naivat fogok kérdezni erkölcsi szempontból, tehát mennyire igaz, hogy a CIA az ő idejében, CIA és mércével mérve átláthatóan elnöki akaratnak megfelelően működött, és a korábbiakhoz képest takaréklángra csavarta az ármánykodó jogszabályokat megkerülő mahinációkat? Válaszom, hogy erről ember nem tud. A CIA tevékenységének döntő része mindig államtitok. Tehát az, hogy egy újság kiszelőztetett egy hírt, ezt nem kell komolyan venni. A Pompeónak kiváló személyi kapcsolatai voltak az akkori amerikai elnökkel, Trumpal, majd szembe kerültek egymással, és a Pompeót elküldték. Tehát nyilvánvaló, hogy ma nem veszi vissza a Pompeót, hogy mi lesz 1 vagy 2 év múlva, nem tudom megmondani, de Trump elnöksége második szakaszában jó pár vezető szembe került vele. A Trump most úgy néz ki, hogy ezeknek nem bocsájtott meg. Ebben benne van a Haley, a volt ENSZ nagykövet, benne van a Pompeo, benne van a volt nemzetbiztonsági tanácsadó, és még néhányat föl lehetne sorolni. Igen. A második kérdés. Dél-Korea kívülről egy nagyon civilizált társadalomnak tűnik. A hatalmas korrupciót galléros szinten kell elképzelni? Mert például laikusként elképzelhetetlennek tartom, hogy egy esetleges honvédő háborúban úgy bánjanak a fegyverekkel, mint Ukrajnában. Köszönöm válaszát. Zsiga Bátony terenyéről, nem a reklám helye, de egy csodás kis falu. Rendben van. Erre egy a válaszom, a volt nagykövet, aki hazajött Koreából, a Csoma Mózes megírta Korea könyvét, ahol részletesen leírja azt, hogy milyen korrupciók vannak Dél-Koreában, milyen ocsmánságok vannak Észak-Koreában. Vegye meg a könyvet, sokkal jobb választ kap, mintha én elmondanám. Én is olvastam a könyvet, és a Csoma Mózestől nem kapok sajnos jutalékot. Igen. Így szól a következő kérdés. Guten Morgen, Herr Lehrer. Milyen vicces kedvükben vannak a hallgatók. Fideszesek és mi hazánkosok is mondják, hogy az Európai Unió folyosói 4 szem közt megkapják a dicséretet, de nyilvánosan politikai muszájból mindennek elhordják őket. Az lenne a kérdésem, hogy Trump győzelmével számíthatunk arra, hogy az EU-ban egyre többen felmerik majd vállalni a migráció-gender háború ügyeiben a normalitás ideológiájának támogatását? Kérem, németül válaszolja meg a kérdést először, és zárja azzal, hogy punkt, köszönettel, Lajcsi. Danke schön, die Frage ist sehr interessant. Ich kann gern beantworten und punkt. Akkor viszont most megválaszolom. Én a 90-es évek elejétől 10 éven keresztül jártam a világot. Elképesztő mennyiségű előadásom volt, nem is tudom felsorolni, hogy hány helyen voltam. Csodálatos helyeken voltam. Ahol ugyanezt történt meg velem. Oda jöttek az emberek, hogy gratulálnak a magyar kormány bátor döntéseihez, de értsen meg, hogy ezt nyilvánosan nem lehet elmondani. Én akkor azt mondtam, hogy értsek meg, hogy én a szocializmusban nőttem föl, ahol mindenkinek 2 véleménye volt, nagyon örülök, hogy ugyanezt a tendenciát átveszik a világba. Nyilvánvaló változni fog, mert Trump ugyanazt az álláspontot mondja ezekben a kérdésekben, mint a magyar kormány. Nagyon nehéz lesz Nyugat-Európának változtatni, mert a nyugat-európai elit végig a demokraták bejövetelét akar.
Jakarta und Punkt. A következő Wenn két kérdés. ich kann die ganze Antwort Deutsch sagen, aber ich meine, dann verstehen die Leute ganz wenig davon. Punkt. Igen. Dankeschön. Ich kann nur einsatz gut sprechen. Entschuldigen Sie bitte, ich habe keine Hausaufgabe. Akkor erre most pedig... egy mondatot, hogy mondjak. Én elvégeztem a Német Vezérkari Akadémiát, ahol ott volt egy magyar tiszt, nem mondom meg a nevét, aki nem tudott németül. És annyit kért, hogy annyit mondjak neki németül, hogy alezredes úr, ő volt a osztályfőnökünk, kérem, vegye le engem a top listájáról. Ennyit megtanult németül, oké? Okay? Igen. Oké, okay. A következő kérdések pedig Churchillhez fognak kapcsolódni. A tanár úrtól szeretnék kérdezni, jó pár éve olvastam Churchillről egy cikket, amiben több érdekes dolgot állítottak. Egy, igaz-e, hogy a második világháború kitörése előtt azt mondta, hogy ki kell kényszerítenünk Hitlerből a háborút? Churchill 40-valahány könyvet írt, és sok ezer cikket, tehát ez elképzelhető, de Churchill alapvető nézete az volt, hogy aki Nagy-Britániával szemben a szárazföldön a tengerpartot uralja, és nagyhatalom, az veszélyezteti a brit érdeket. Így veszélyeztette a brit érdeket Napóleon, és veszélyeztette a brit érdeket Hitler. Tehát ő 33-tól néhány hónap gondolkodás után szembe került Hitlerrel, és bármi áron meg akart tőle szabadulni, zárójel. Most írom a Churchill könyvet. Elképesztő zseniális ötletei voltak, és elképesztő hibái. A másik kérdésem, hogy Churchill valóban meg akarta támadni az oroszokat a háború után? Az amerikai atombombákkal akarta biztosítani a győzelmet, de az USA nem ment bele állítólag. Előre is köszönöm, Tamás. Ez a mondata teljesen pontos. Churchill azt kérte, hogy tartsák egybe a német hadifoglyokat, tartsák egybe a elvett német fegyvereket, ha kell, adják vissza a német katonáknak, és támadják meg együtt Szovjetuniót. Ebbe sem Roosevelt, sem Truman nem ment bele, és Churchill a 45 nyári angol választásokon rendkívül csúnyán megbukott, a koncepcióját a saját lakossága nem fogadta el, később a világ változott, később még egyszer miniszterelnök lett, de akkor már annyira öreg volt, hogy a királynő kérte, hogy mondjon le. És egy újabb. Szia Tamás, én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan zajlik egy telefonos beszélgetés két magasrangú vezető között, gondolok itt mondjuk Trump és Putyin között zajló beszélgetésre, ami lehet, hogy meg sem történt egyébként, mert a Kreml cáfolta. Hányan hallgatják a beszélgetést, mennyi ideig tart, vajon minden döntés abban a 10 percben dől el, vagy már eldöntött kérdésekről beszélnek? Köszönöm a választ, jó a műsor, Szabolcs! Egy, nyilvánvalóan egy ilyen beszélgetést elő kell készíteni. Ki készíti elő? Nemzetbiztonsági főtanácsadó USA-ba, külügyminiszter Oroszországba. Lavrov egy rendkívül nagy tapasztalatokkal rendelkező orosz külügyminiszter. Megbeszélik, hogy mik azok a témák, amikről beszélnek, és megbeszélik, hogy mi lesz ennek a várható eredménye. Ez úgy zajlik, hogy Donbass, mi a kompromisszum, ez és ez, végrehajtjuk. Ennek van egy következménye, ha van egy orosz-amerikai megállapodás, akkor Zelenszkij annyit tett, hogy emeli a kalapját, vagy végrehajtja. Tehát nincs abban a helyzetben, hogy elkezdjen okoskodni, hogy az elmúlt 2,5 évben ezt végig tette. Ez lehet egy rövid beszélgetés, ez lehet egy hosszabb beszélgetés. Forró dót van Moszkva és Washington közt, hogy bármikor bárki fölemeli a telefont, tud a másikkal beszélni. Tökéletesen elő vannak készítve ezek a telefonok. Az egy más kérdés, amire ma ember nem tud válaszolni, hogy ezeket a beszélgetéseket kik képesek lehallgatni, de erről mindenki bölcsen hallgat. Akkor egy újabb kérdés. Tisztelt Tamás és Nógrádi úr, Kovács Máté vagyok Táborfalváról, és Nógrádi tanár úrtól kérdezném, hogy ha Kissinger élne, akkor választ kapna-e a kérdésére, hogy kit kell felhívni, ha Európával akar beszélni, Orbán Viktor Trump kijelentése miatt. Sok szeretettel várjuk Önöket Táborfalván egyszer egy előadásra, ígérem, lesz finom eperszörp. Egy, én nagyon sokat voltam Táborfalván, kettő, boldogan megyünk, három, ha ma Kissinger élne, sajnos egy évvel ezelőtt meghalt, tavaly májusban volt a 100. születésnapja, azt még megélte, föl lehet hívni Orbán Viktort, mint Trump legfontosabb európai szövetségesét, de Európába, aki Európa nevében tudna tárgyalni, ma sincs, akit föl lehetne hívni. Szóba jöttne nyilván London, nem Európai Uniós tag, Párizs, a kormány és az államfő közt furcsa helyzet van, Berlin, éppen választások előtt vannak, Brüsszel, még nem állt fel a Európai Unió új vezetése, tehát én azt mondanám, ha Európával akar beszélni, akkor hívja fel a Trumpot, és a Trump rengeteg dologra választ tud adni, amire jelenleg Európával kapcsolatban az európai vezetés nem.
És akkor a mai utolsó kérdésünk. Egy adásukban elhangzott, hogy a vámok kedvezőtlenek az USA számára, mert a behozott áruk árát növeli a fogyasztók irányában. Hát ez így hamis megközelítés, hiszen a beszedett vám az állam bevétele, amit arra költ, amire akar. Így akár támogathatná a belföldi termelést, amitől mégiscsak olcsó lenne az a bizonyos cikk, csak most már belföldi termék maradna forgalomban. De ha másra költik a pénzt, például egészségügyre, akkor meg ezen az ágon jár jól a lakosság. Összességében tehát a vám az pozitív hatású, hiszen külföldi céget adóztat és saját bevételt képez. Persze ez visszafele is igaz. Rosszul gondolom? Milkó Imre kérdezte. Én ilyet soha nem mondtam, nem tudom, ki mondta ezt az ön műsorába. Én még egyet hagyd tegyek hozzám, mert amit felsorolt, az jó. Ha én, mint amerikai elnök vámot vetek ki a kínai, európai gépkocsikra, ez azt jelenti, hogy ezzel a saját autóiparomat fejlesztem. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ha én vámot vetek ki, akkor az én kocsim sokkal jobban eladható, hiszen olcsóbb, főleg ha bármilyen állami szubvenciót kap. Tehát a vámoknak mindig megvolt a szerepe, és a vámokat általában a történelemben a gyengébb alkalmazta. Az erősebbnek nem volt erre szüksége, mert versenyképes volt. De jelenleg a vámpolitika a világ egyik legérdekesebb kérdése. Újra elmondom, egy fél órával ezelőtt elmondtam, Európa helye, szerepe a világban folyamatosan csökken. Azzal, hogy a kőolajt és földgázt 4-6-szor annyiért kapja meg Európa, mint Kína vagy Amerika, Európa versenyképessége zuhan. Ezt nem veszük figyelembe. Mindenki elmondja, hogy Párizsban az Eiffel-torony gyönyörű, Londonban csodálatos a kerék, minden csodálatos, csak az európai ipar verkődik. Ez volt a mai adásunk, és akkor búcsúzóul a tanár urat arra kérném, hogy ismertesse a közönség kérdésünket, amire még péntek évfélig lehet válaszolni. A kérdésem annyiból érdekes, hogy odajöttek hozzám, és megadták a választ, én majd elájultam. A világ melyik országában él a legtöbb keresztény-palesztén? És találtam két kérdést a jövőre. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy arra, azokra hány jó válasz fog jönni. Tehát hogy hívják azt az országot, ahol a világ legtöbb keresztény-paleszténje él? Nagyon szépen köszönöm. Kíváncsian várjuk a válaszokat. www.ultrahang.tv/játék itt tudnak erre a kérdésre válaszolni, és a helyes megfejtés beküldők között mostantól Ultrahang előfizetést fogunk sorsolni, méghozzá egy éves Ultrahang előfizetést. Ennek az az oka, hogy külföldről is sokan játszanak, és ezt jóval egyszerűbben tudjuk elküldeni majd, de ez is egy nagyon jó ajándék, mert vannak benne sok mindenek, többek között még digitális könyv is, meg ilyenek, úgyhogy jó nyeremény lesz ez. Várjuk tehát a válaszokat. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra, viszonthallásra. A kedves hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, búcsúzóul arra kérünk, hogy mindenkit, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, nézzék meg az ultrahang.tv/rendezvények oldalt, mert sok rendezvényünk lesz mindenfelé, és regisztráljanak az Ultrahang 200.000. Születésnapját, nem születésnapját, nincs, nem vagyunk még 200.000 évesek, 200.000 feliratkozóját megünneplő vacsoránkra, ahol több szerencsés nyertest is ki fogunk sorsolni, valamint elindult a jótékonysági licitünk, ezeket az információkat is megtalálják a videónk leírásában. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra!